Rotary mozgalom első klubját 1905. február 23-án hozták létre az Amerikai Egyesült Államok beli Chicagóban Paul Harris ügyvéd és barátai. A szervezet neve arra vezethető vissza, hogy az összejöveteleket kezdetben egy-egy klubtagnál tartották rotációban. A Rotary jelképe a fogaskerék. Kanadában 1910-ben, Európában elsőként Írországban 1911-ben alapítottak Rotary klubot. 1921-ig minden földrészen alakultak új klubok, melyeket akkor is olyan emberek hoztak létre, akik hisznek a barátságban és készek jó ügyek támogatására, valamint a segítségnyújtásra. A klubtagok munkája a személyes szerepvállalásra és az önzetlenségre épül. Alapelvük a magas színvonalú és eredményes önkéntes munka. 33 ezer Rotary klubot működtek, amint egy 1,2 millió tag. A klubtagok különböző szakmák képviselői, akik kötelezően hetente legalább egyszer találkoznak, és közösen tevékenykednek törekvéseik megvalósításáért. Rotary Klub Szolnokon először Magyarországon 9-ként, 1932. október 23-án alakult meg a Tisza szállóban, és a II. Világháború alatti megszűnéséig ott működött. A klub alapítását Zádor István festőművész, a Szolnoki Művésztelep és a Budapesti Rotary Klub tagja kezdeményezte. Alapító elnöke dr. Konrád Jenő, a Bába Képző Intézet igazgatója. Tagjai között ott találjuk Jovini Ferenc festőművészt, a Szolnoki Művésztelep tagját, valamint dr. Elek István városi tisztiorvost és dr. Mészáros Lendelt, a Versegi Ferenc Reál Gimnázium tudós tanárát is. Dr. Elek István javaslatára már az első összejövetelen 1932. november 3-án elhatározta a klubtagság, hogy rotarista kötelességének tekinti a Báfi Katalin Leány Líceum, mai nevén Varga Katalin Gimnázium helyzetén segíteni. Ennek megfelelően a klub gyűjtés szervezett, melynek eredményeképpen 900 pengőt juttattak az iskola felszerelésére. Jótékonysági rendezvények szervezésével több ízben is támogatták Szolnok szegény családjait. Így 1934-ben és 1937-ben karácsonykor családokat láttak vendégül a Tisza szállóban. A Rotary Klub gazdasági téren is hasznos szolgálatot tett a városnak, amikor Szolnok Speyer kölcsönének visszavásárlására tervezetet dolgozott ki. Nem csak helyi, hanem országos jelentőséggel bírt a klub Duna-Tisza csatorna megépítése érdekében kifejtett tevékenysége. A Szolnoki Klub alapszabályszerű működését 1939-ben beszüntette. Ezt követően a belügyminiszter 1941. május 14-én kelt rendeletében határozott az érdemi tevékenységet lényegében már két éve nem folytató Szolnoki Rotary Klub feloszlatásáról. Több mint fél évszázadnak kellett eltelnie, mire a Rotary eszme visszatért Szolnokra. 1996. februárjában Simon C. Józsefné találkozott a Rotary mozgalommal, pontosabban egy Rotaract klubbal. Itthoni beszámolója felkeltette Tóth Ferenc későbbi újraalapító elnök érdeklődését. Dürrwanger Gyöngyi könyvtáros kutatta föl a már működő magyar klubokat. A kapcsolatfelvétel a Budapest Duna Rotary Klubbal történt meg. A Duna Klub részéről dr. Budai Géza, Miklauzics István, később Rakos Miklós és Nagy József doktor segítették a Szolnoki Klub alapítást. A klub szervezése 1996. novemberében kezdődött. Az első asztaltársaság 4 fős volt. Tóth Ferenc hivatásos repülőgépvezető, Szoboszlai Zsolt szociológus, valamint Nagy Lajos és Németh Róbert vállalkozók. 1998. áprilisában a létszám elérte a 20 főt, s a tagok kezdeményezték a klub megalapítását. Az újraalapítás emlékére a klub ezüst és bronzérmet veretett, melyet Pogány Gábor Benő készített. Az ezüstérmet kizárólag a klub alapító tagjai kaphatták. A klub belső kohéziójának újabb mozzanataként 2007 tavaszán dr. Szalóki István kezdeményezésére Rotary pohár létesítéséről döntött a tagság.
A klub újjá alapító ünnepségére 1999. május 23-án Pünkösd vasárnapján került sor. A beiktatási ceremónia Pünkösd vasárnapi ökumenikus istentisztelettel kezdődött, melyen Gacsárik és Sándor kanonok felszentelte a klub zászlaját. A Városházán tartott beiktatást követően a Szolnoki Klub a Rotary Világszervezet része lett. Egy olyan mozgalom, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni szűkebb és tágabb pátriájuk főként humanitárius szolgálatát. Franz Harnoncourt Umberczak, Kelet-Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Magyarország Rotary klubjainak kormányzója úgy fogalmazott: a Nemzetközi Szövetség akár új egy klub, akár nagymúltú, mindenkitől ugyanazt várja el. A tagoknak fel kell ajánlaniuk tudásukat, idejüket és erőforrásaikat helyi és szélesebb közösségek támogatására. A Szolnoki Rotary Klub 22 tagja főként a kultúra támogatását vállalja majd fel. A leghamarabb emellett a Hetényi Géza Kórház gyermekosztályának fejlesztésében és a belváros új arculatának kialakításában vállal szerepet a klub. A Szolnoki a magyarországi klubok közül 20-ként a Kecskemétivel párhuzamosan alakult meg. Az 1932-ben alapított Szolnoki klubnak 60 évvel későbbi újjáalapításakor már csak egyetlen élő tagja volt, a 87 éves Bakai Gyula. Az újjáalakult klub a jogelőtt klub tagját egyhangú döntéssel tiszteletbeli taggá választotta, aki levélben köszöntötte a Rotary újjáalakulását. Minden Rotary klub életében az egyik legfontosabb alkalom az alapítás évfordulójának megünneplése. Szolnokon is így van ez minden évben. 8 éven keresztül összekötötték a charter ünnepséget a tisztújítással, 2008-tól már külön szervezik a jeles alkalmakat. A 10. charter évforduló megünneplésére 2009. május 16-án a Városháza dísztermében került sor. Csószit Zoltán elnök bevezető gondolatai, Tóth Ferenc alapítóelnök és Lakatos Jenő kormányzó köszöntője után került sor 3 új klubtag, Jánosi Zsolt, Stitz Ferenc és Szalai Ferenc avatására. Ekkor mutatták be a Kertész Róbert ötletéből Szoboszlai Zsolt és Kertész Róbert forgatókönyve alapján Skultéti József közreműködésével a klubalapítás 10 éves évfordulójára készített filmet. A 10 éves évforduló záró rendezvényeként a Szigligeti Színházzal és a Szolnok Televízióval közösen jótékonysági gálaműsort szerveztek. A műsor ötletgazdája Csószit Zoltán, rendezője Mor Zoltán volt. A rendezvény teljes bevétele a Hetényi Géza Kórház urológiai osztálya, a Tiszaparti Nyár rendezvénysorozat, valamint a nemzetközi Rotary projekt a Pólió Plusz között oszlott meg. A Rotary szolgálatában kifejtett kiemelkedő egyéni teljesítmények elismerésére a klub ez év januárjában kitüntetési szabályzatot fogadott el. Eszerint a 10. charter ünnepségen 2 Paul Harris díj és 1 District díj került volna átadásra, valamint a klub 10, 5 és 1 éves Rotary aktivitását elismerő oklevél. Az ünnepi ülésen a 2 Paul Harris díjat Váci László és dr. Kertész Róbert kapta. Hazánk Nobel-díjas tudósáról, a szegedi rotarista Szent Györgyi Albertről elnevezett disztriktdíjjal Szoboszlai Zsoltot ismerték el. A kitüntetési szabályzattól eltérően a szolnoki elnök javaslatára Szent Györgyi díjban részesült még dr. Nagy Tibor, továbbá Csószit Zoltán. Ezt követően az orosházi éves disztrikt konferencián ugyancsak disztriktdíjat kapott Tóth Ferenc alapítóelnök is. A klubtagság titkos szavazásával odaítélt 10 éves díjat dr. Szalóki István, az 5 éves elismerést dr. Hoksári László kapta. Az év szolnoki rotaristája Lovász Ferenc Sándor lett. A Rotaract Klub Szolnok megalakulása is az évfordulós charter ünnepség részeként zajlott. A Magyarországon 11-ként létrejött klubnak 18 fiatal tagja van, alapító elnöke Orgovány Lévia. A Rotary Klub részéről az alapítási megbízott Lovász Ferenc Sándor volt. A rotaraktosok közreműködtek a Szolnoki Rotary Klub rendezvényein, idén tavasszal pedig önállóan szerveztek húsvéti városi gyermekprogramot. Adományt gyűjtöttek, melyből a Csillagszem Állatotthon alapítványt támogatták. Az újjáalakult klubban kezdettől hagyománnyá váltak az előadások. Kiemelkedik az impozáns sorból Szutori Szügyi Csongor elnök kezdeményezése, aki a Szolnokiak Szolnokról című könyv szerzői közül hívott előadókat. Sikeres 4 évvel ezelőtti könyvünk szerzőit szólítottuk meg, hogy vajon kit hallgatnának szívesen, illetve az akkori könyvvásárlóit. Több mint 100-an visszajeleztek, hogy kik azok a
emberek, akikre igazán kíváncsiak, így hát például ma este Valkó tanár úr fog mesélni Móricz Zsigmond Szolnok környéki dolgairól. Az aktuális városvezetők mellett 10 év alatt többek között a főiskola rektorait, neves helyi, országos és külföldi személyiségeket, tudósokat, művészeket láttak vendégül. Színesítette az előadói palettát a szolnoki művésztelep alkotójának, Fazekas Magdolna festőművésznek kiállítással egybekötött klub előadása. A klub nemzetközi kapcsolatai az elmúlt 10 év alatt végig tematikailag gazdagok és sokrétűek voltak. A Rotary International legnagyobb projektje a Polio Plus projekt, mely a járványos gyermekbénulás ellen küzd a világban. A nemzetközi összefogással megvalósuló projektet a Szolnoki Klub, a 2002-es első jótékonysági bál, valamint a 2009-es jubileumi jótékonysági színházi gálaműsor bevételének egy részével támogatta. A klub kezdetektől részt vett a nemzetközi Group Study Exchange programban. A nemzetközi szakembercsere szolnoki felelőse mindenkor Tóth Ferenc. A csoportos tanulmányi cserék során 2000 májusában, valamint 2008 júniusában fogadott a klub amerikai GSE csoportot. Tóth Ferencet, a szolnoki alapítóelnököt 2006. április 28-án Ljubljanában Paul Harris díjjal tüntették ki. A díjat Helmut Rödiger Scholz kormányzó adta át a Rotary mozgalomban, a kelet-magyarországi Rotary régióban assistant governorként több mint 3 évig kifejtett kiemelkedő munkája elismeréséül. Tóth Ferenc és Frank Grayson alapozták meg a szolnoki és az Eastwoodi klubok kapcsolatát. A kapcsolatépítésben Szoboszlai Zsolt és Váci László elnökök jártak élen. A kölcsönös látogatások, diákcserék és hivatalos delegációk végül a két város testvérvárosi szerződését eredményezték. Szolnoki gimnazisták szám szerint 10 töltöttek el 2 hetet a ködös Albion Eastwood városában. A kapcsolat csíráit a két városban működő Rotary klub hintette el még tavaly ősszel, amikor az angol város klubelnöke Szolnokra látogatott. Most viszont a szolnoki Rotary klub tagjainak gyermekeit látták vendégül a Sherwoodi erdő közelében. A 2 hét alatt a fiatalok megismerkedhettek az angol iskolákkal, mégpedig igen közelről, mert szorgalmasan látogatták az órákat, de természetesen jutott idő ismerkedésre, szórakozásra, kikapcsolódásra épp úgy, mint az egyelőre még nem hivatalos diplomáciai kapcsolatok felvételére a két város között. A diákokat ugyanis fogadta Eastwood első embere is. Az úti beszámoló után a diákok nevében vezetőjük adta át Szolnok polgármesterének Eastwoodi kollégája ajándékát. A belgiumi Londoni Rotary Klubbal 2000 őszén alakult ki szorosabb kapcsolat. Ekkor indult a klub első Matchy Grant projektje is, mely 2003 márciusára az Abátszalóki Kovács Mihály Általános Iskola jelentős számítástechnikai fejlesztését, a helyi óvoda környezettudatos nevelési programját szolgáló eszközbeszerzését, valamint a sportkör öltözői felszerelését támogatta. A Szolnoki Klub megkülönböztetett figyelemben részesíti a határon kívüli magyar-magyar rotaris kapcsolatokat. 2005 tavaszán Váci László vezette azt a 4 tagú küldöttséget, mely hivatalosan felvette a kapcsolatot a Szabadkai Rotary Klubbal. Újabb kapcsolat alakult a szintén idén tavasszal 10 éves Szabadkai Rotaract Klub és a Szolnoki Rotary Klub között. Szolnoki klubtagok Csószit Zoltán és Váci László inspirációjára több éves előkészítés után került sor a Zentai Rotary Klub alapítására 2006. szeptember 9-én. A szolnoki rotarisok klubzászlóval és elnöki lánccal ajándékozták meg zentai barátainkat. Azóta is Csószit Zoltán a kapcsolat motorja. A két tiszamenti város klubjai között élénk és folyamatos a kontaktus. A Rotary Világszervezet 2005-ben ünnepelte alapításának 100. évfordulóját. 2005. február 23-án délben a Szolnoki Klub a Kecskeméti Rotarisok szervezésében centenáriumi üléssel kapcsolódott be a Nemzetközi Rotary webkonferenciába. Szoboszlai Zsolt pedig az év júniusában Chicagóban felkereste az Evanstoni Rotary Világközpontot, ahol fogadta őt Glenn E. Estes világelnök úr. Zsolt örömmel fedezte fel a Rotary főhadiszállás központi helyén a magyar nemzeti lobogót. Pár héttel később részt vett a 100 éves Rotary International ünnepi konventjén, ahonnan első kézből tudósította a szolnoki klubtagokat.
Kedves Rotaris barátaim! Nagyon érdekes, mondhatom, kimondottan felemelő érzés, amikor 40 ezer a világ talán minden tájáról összesereglett Rotaris között bóklászik az ember. Jó érzés Rotarisnak lenni ilyenkor is, amikor nem dolgozunk, hanem kicsit magunkkal foglalkozunk, megünnepeljük az elődöket és mindazokat, akik tagságukkal és munkájukkal éltetik ezt a világmozgalmat. Folyamatos és jelentős fejezet a Szolnoki Klub nemzetközi kapcsolataiban az Ifjúsági Diákcsere Program. Célja, hogy a világ számos országából érkező fiatalok megismerjék egymást, valamint más földrészek életét, országok nyelvét és kultúráját. Ezek a fiatalok cserediákként Magyarország kisnagyköveteként képviselik Szolnokot is. A Hosszú Utas Diákprogram Csereprogram. A világ számos országából szinte a kiutazó magyar diákokkal azonos létszámban jöttek Szolnokra a 10 év alatt 4 kontinensről az amerikai, ausztráliai, afrikai és ázsiai diákok. A nemzetközi programba a Szolnoki Klub 2000-ben kapcsolódott be. A projekt eddigi vezetői dr. Kürti László, Váci László és dr. Nagy Tibor voltak. 2001. februárjától évente farsangi mulatsággal teremti meg a klub tagsága és baráti köre a külföldi cserediákok éves ösztöndíjának anyagi fedezetét. A farsangok főszervezője Horváth Gyula. Őszén a Rotary Klub Szoboszlai Zsolt ötlete és kezdeményezése nyomán Rotary mecénás díjat alapított. A klub döntést előkészítő kuratórium elnöke kezdetektől dr. Szalóki István. A díjra érdemesek lehetnek a Szolnok és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkincsétételét, a szellemi kulturális élet fejlesztésének előmozdítását, anyagi erőfeszítésekkel támogatók. Az elismerés átadására a Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén kerül sor. Az első díjazott 2001. január 22-én dr. Szepesházi Kálmán volt. A klub tevékenységei 2002 óta a nyilvánosság előtt is dokumentáltak. Nagy Lajos ötlete nyomán dr. Kertész Róbert szerkesztésében ekkortól jelenik meg a Rotary Klub Szolnok éves hírlevele. Az első évben még 8 oldalas periódika, 2008-ra 10-szeresére duzzadt. Bármelyik számát végiglapozva az olvasó mindenkor pontos képet kaphat az adott Rotary év történéseiről. A hírlevelek egyúttal kordokumentumok is. Az utóbbi 3 év elektronikus változata elérhető a Rotary Klub Szolnok honlapján www.rotaryszolnok.hu, melynek felelőse Antal Attila. A Rotary módszervásár konferenciáknak Szoboszlai Zsolt a kezdeményezője és máig szervezője. Az országos találkozó az eredeti koncepciónak megfelelően 2 évente kerül megrendezésre. A 4. módszervásár konferencia 2008 tavaszán immár a 2007-től önálló magyar disztrikt egyik kiemelt programjaként zajlott. A Tiszaszálóban rendezett egésznapos tanácskozáson a 42 magyar klubból 20 vett részt, és a szabadkai Rotarakt is előadást tartott. A konferenciát dr. Kovács Imre kormányzó értékelő beszéde zárta. Jótékonysági bálokat 2002 őszétől évente rendez a klub. Az első 5 évben Kovács József, az utóbbi 2 évben Lakatos László a főrendező. A Szolnoki Rotary Klub folyamatos, több évet átívelő egészségügyi és szociális projektjeit megelőzte 2 egyedi segítségnyújtás. 2000-ben dr. Fekics Éva, a Hetényi Kórház orvosának houstoni szemműtétjének amerikai rotarisokkal partnerségben megvalósított támogatását követően a szandaszőlősi Munkácsi úti óvoda sószobája kialakítását segítették 2002-ben. A sószoba jelenleg is működik. 2003-ban dr. Kürti László kezdeményezte
az első módszervásár konferencián hallottak alapján a Magyar Rotary Klubok körében ismert és népszerű forralt bor és teakínáló program szolnoki meghonosítását. Felelőse az első 4 évben Kürti László, 2007-től Vas József. Az akciók tiszta bevételét minden esetben a Szolnoki Liget Otthon értelmi fogyatékos fiatal lakói kapták. Ugyancsak dr. Kürti László az ötlet és projekt gazdája a 2006-tól évente szervezett Rotary Véradó Napnak. Első alkalommal a Tisza mozi, a következőkben pedig a Kora Áruház adott helyet, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetével és a Hetényi Géza Kórház Véradó állomásával közös akciójának. A Rotary adományból felújított belvárosi templomi orgona egy újabb szociális célú együttműködést kínált. 2007-től évente jótékonysági orgonahangversenyt szervez a klub. A jótékonysági orgonahangverseny ötletgazdája és főszervezője dr. Hoksári László. Egyebek mellett barokk és impresszionista darabok csendültek fel a belvárosi nagytemplomban a nemzetközi hírű orgonaművész Szabó Balázs és Havasi Katalin szoprán énekesnő előadásában. Az orgonát a Rotary Klub jóvoltából újították fel. A tavalyi jótékonysági bál bevételének a felét ajánlották fel a hangszer rendbetételére. A hangverseny szintén nemes cél érdekében szerveződött. A két fiatal, tehetséges és elismert művész elárulta, ismerve a szándékot, a felkészüléssel a szokásosnál is több időt töltöttek. Sokkal inkább oda kell figyelni a közönségre, hogy úgy érezzék, hogy a rendezvény, amire eljöttek, az a cél érdekébe történik, és így ennek megfelelően az adományaikkal támogassák is azt, amit mi a zenénkkel támogatunk. Nekem minden koncert egyformán fontos. Az biztos, hogy egy jótékonysági koncert hatalmas örömmel tölt el. Tehát az a tudat, hogy én ezzel valakinek segítek. A Rotary Klub a bevételt a Szolnoki Karitasznak ajánlja fel. A Rotary Klub elnöke hangsúlyozta, bár sokan személyesen nem tudtak részt venni a hangversenyen, ám mégis megvásárolták a jegyet, sőt akadt olyan jótékonykodó is, aki jóval többet fizetett a belépő eredeti áránál. Az adománynak köszönhetően a Caritas havonta többször is ételt adhat a hajléktalanoknak. Közösségi programokat is szervezett, és számos városi kulturális kezdeményezéshez társult a Rotary Klub. Mészáros János ötlete alapján és művezetésével szokatlan akciót szervezett a Szolnoki Klub. 4 méter magas hókunyhót épített a klub tucatnyi tagja és gyermekeik, melyet hetekig látogattak az óvodások. 2001-ben a Szemafor Alapítvány állított köztéri szobrot a város névadójának, Szolnoki Spánnak. A civil együttműködésben 160 magánszemély és cég között a Rotary Klub Szolnok főtámogatóként vett részt. 2002-től évente a Városnapja rendezvénysorozat részeként a szobornál mécseseket gyújtanak a klubtagok és családtagjaik, valamint egyre több érdeklődő. 2002-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Szolnoki Művésztelep. Az ország legrégebbi képzőművészeti alkotótelepének életében új fejezetet jelentett a Szolnoki Művészeti Egyesület újraalapítása, melyben a Rotary Klub kezdeményező szerepet vállalt. A klub az egyesület alapítójaként, 8. éve tagdíjjal, művésztelepi kiadványok támogatójaként és tagjainak személyes aktivitásával segíti a civil partner szervezetet. 2002 őszétől Demeter István kezdeményezésére a klub bekapcsolódott a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti és Tudományos Filmszemlék támogatásába. Az első évben a filmszemle Rotary különdíját Péterfi Zsófia kapta. A díjat Pogány Gábor Benő, a díj alkotója, a klub akkori tagja adta át a filmrendezőnek. A Rotary Klub 10 év alatt számos további városi és térségi programhoz csatlakozott. A 2000. évi szilveszteri program részeként a Szolnok Városi Televízió első alkalommal rendezte meg szolnoki civil szervezetek részvételével az év klubja vetélkedőt. 64 pontot szerzett a Rotary, és ezzel az első helyet.
Budapesti Gulyás Fesztivál programjaiban 2003 és 2005 között önálló standdal, esetenként több bográccsal is részt vettek. 2005 őszétől bekapcsolódtak az évenként rendezett városi civil kavalkádba. Ezek a partneri gesztusok is mutatják, hogy a Rotary Klub nyitott és együttműködésre kész és képes a helyi civil szervezetekkel. Március 15-e megünneplésében 2008-ban csatlakozott a Rotary Klub a szolnoki civil szervezetekhez. A Szolnokért Egyesület meghívására a múzeum udvarán a Damjanics domborművet koszorúzzák meg. Szolnok a Tisza fővárosa. A város és lakosai ezer szállal kapcsolódnak a Szőke folyóhoz. Ezt a kötődést fejezi ki a klub csatlakozása az összefogást szorgalmazó szintén civil kezdeményezésű Tisza kartához 2008-ban. A bemutatott projekteken és aktivitásokon túl az első 10 év fontosabb egyedi projektjei ugyancsak a klub sokszínűségét és termékenységét tükrözik. A 90-es évek végén soha nem látott árvizek alakultak ki a Tisza vízgyűjtő területén. Az 1999-es év tavaszi vízállása rekordot döntött és próbára tette a védekezésben résztvevők szaktudását és kitartását. A 2000-es év azonban még az előzőnél is nagyobb kihívást jelentett, különösen a szolnokiaknak. A város polgáraival együtt a rotarisok is a gátakon töltötték és hordták a homokzsákokat. Vállaltak éjszakai árvízi ügyeleteket. Szoboszlai Zsolt szervezte azt a nemzetközi rotaris adománygyűjtő akciót az árvízkárok enyhítésére, melynek eredményeként főként osztrák klubok segítségével alig néhány hét alatt több millió forint gyűlt össze. Két évvel később, mikor a Duna mellett lévő települések kerültek veszélybe, a Szolnoki Klub, viszonozva a folyam melletti klubok támogatását is, ismét árvízi gyűjtést szervezett, s a befolyt összeget a Sződligeti Szociális Otthon árvízkárainak enyhítésére utalták át. 2001. június végén országos Rotary Sportnapon látták vendégül a szolnoki rotarisok, a magyar klubokat. Csószígy Zoltán vezetésével az Alcsihol Tiszánál rendezték meg a nagy sikerű sportvetélkedőt. Számos sportág játékos vetélkedő eredményeként a győztesnek járó vándorserleget a szolnoki csapat érdemelte ki. A rendezvény bevétele tette lehetővé egy új szolnoki templom harangjának elkészítését. A görög-katolikus egyházközösség a Széchenyi városrészben építette fel templomát. A harangtoronyba két harang került. A nagyobbik, mely A hangra lett hangolva, a Szent György harang, melynek felirata Isten dicsőségére és sárkányölő Szent György tiszteletére öntetett az Úr 2001. esztendejében a Szolnoki Görög-Katolikus Egyház és a Szolnoki Rotary Klub áldozatvállalásából. A projekt vezetője dr. Monostori László a klub akkori tagja volt. 2002. március 24-én virágvasárnap történt a harangok és a templom megszentelése. A Magyar Országgyűlés civil szervezeteket tulajdonhoz juttató 2000 évi pályázatán Svertner János ötletére Szoboszlai Zsolt készített nyertes pályamunkát. Ennek eredményeképpen 2001. júniusában térítésmentesen vehette birtokba a klub a belváros Baross út 20 szám alatti irodaházának harmadik emeletén található 61 négyzetméteres két helyiségből álló ingatlant. Ez lett a klub hivatalos székhelye. Itt tartják relikviáikat. A klub székhelyének Lovás Sándor az önkéntes mindenese. Ő alakította ki a Rotary iroda mai állapotát, készítette a dekorációt, egyebek mellett tervezi a vizes blokk készítését, és hétről hétre rendet is tart. 2002 őszén ünnepelte a klub a Rotary szolnoki születésének 70. évfordulóját. Az ötlet és a megvalósítás feladatai egyaránt dr. Kertész Róbert nevéhez kötődnek. 70 esztendőt ível át a Rotary Klub Szolnok történetét bemutató tablókiállítás a Tiszaszálló külön termében. A jubileumát ünneplő szervezet éppen csak ifjú korába lépett, amint a történelem megállt parancsol tevékenységének. Az 1939-től 1999-ig tartó némaság után újjáillett a klub szellemisége, mely képes volt ismét gyökeret verni Szolnok sokak által székesnek tartott közéletében.
Zielsetzung war schon damals. A 30-as évek Európájának gazdasági nehézségeiben a rotaristák abból adódóan, hogy különböző szakterületek, különböző szakágaknak a kiváló művelői voltak a rotarista tagok, ezeknek a területeknek a problémáinak a megismerésével és az egymás támogatásával vettek részt az európai újjáépítési folyamatokban. A kiállítás Pólya Tibor, dr. Tóth Tamás Szolnok egykori polgármesterét ábrázoló rajzával indul, és 99 künkösdjének eseményeivel ér véget. A gyűjtemény várostörténeti szempontból is értéket képvisel. Szolnoknak ezer arca volt a két világháború között is, és a 30-as években, ugyanúgy, mint ma. De egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen egy olyan aktív tevékenységet folytató klub volt, aminek rendkívül sok írásos nyoma maradt fenn. Ez a mostani kiállítás egyfajta ízelítőt, egy reprezentatív keresztmetszetet nyújt ebből a soklétű tevékenységből, és a tevékenysége mögött ott húzódnak természetesen a gondolatok is, és az eszmék is. A megnyitóra a Rotary Klub Szolnok tagjai mellett vidékről, sőt külföldről is érkeztek vendégek, és épp úgy, mint akkor, 1932. október 23-án a Tiszaszálló külön termében Szolnokról Szolnokért cseréltek eszmét a Rotary szellemében. április 24-én új klubot alapított a Szolnoki Rotary Klub Orosházán. Az orosházi alapítási megbízott Szolnokról Schwertner János, aki budapestiként vesz részt a szolnoki programokban. Javaslatára azért vállalt Szolnokon klubtagságot az orosházi Szabó Géza, hogy felkészülhessen az ottani klub alapításra. Az első szolnoki klubalapítás 75. évfordulóját 2007 őszén ünnepelték, melyet Rotary Liget és emlékkő létesítésével kapcsoltak össze. A Rotary Liget gondolatát 2000-ben fogalmazta meg Szoboszlai Zsolt. Az ötletet dr. Kertész Róbert, a projekt vezetője gazdagította az emlékkő állítással. Csak nem 7 tonna súlyú bazaltkő uzsáról, melybe fogaskerék mar bele. Borbás Márton alkotása uralkodik az Álmosdi Árpád által megálmodott park közepén. A Rotary Klub jelenlegi tagjai ezzel emlékeztek a civil szervezet elmúlt 75 évére. A segítségnyújtás gyakran nem volt egyszerű feladat. A Rotary, amit a fogaskerék szimbolizál, nagyon nehéz körülmények között teszi a dolgát, gyűjt a rászorulóknak, az elesetteknek, és próbálja segíteni ilyen esetben itt a Szolnoki Klubba a városnak a fejlődését, fejlesztését. A tervek megvalósításához viszont a közvélemény támogatására is szükség lenne. A bazalt szikla mellett egy emléktáblát is elhelyeztek rajta a szervezet két világháború közötti tagjainak névsorával. A tábla gyakorlati célt is szolgál, ereti a város 900 méter mély termálvizes kutyát. A városkincsét tehát ezentúl a rotaristák őrzik. A jeles évforduló alkalmából Wilfrid J. Wilkinson világelnök elismerő oklevelet és levelet küldött a klubnak. Részlet a levélből. Gratulálok klubjuk 75. évfordulójához! Miközben az önök klubjának történetében ezt a fontos mérföldkövet ünneplik, ne feledjék, hogy a szolgálat áll a Rotary középpontjában. Ezen szolgálaton keresztül a Rotary megosztja eszközeit és javait mindazokkal, akiknek szüksége van rá világszerte. Mint egy keretbe foglalja az elmúlt 10 évet, a klub első és eddigi utolsó nagy projektje. A két projekt abban kapcsolódik egymáshoz, hogy a 2001-ben megjelent kötet pénzügyi eredménye adta a 2008 nyarán felavatott bronz térplasztika önerejét. Nem véletlen az sem, hogy a szobor átadás napján rendezték a 4. nemzetközi Rotary módszervásár konferenciát, melynek bevétele szintén a köztéri szobor költségeihez járult hozzá. Kicsinek bizonyult a Városháza díszterme, hiszen több százan voltak kíváncsiak a Szolnokiak Szolnokról című könyv díszbemutatójára. Egy rendszeresen megjelenő szegedi kiadvány adta az ötletet Szoboszlai Zsoltnak, a Rotary Klub leköszönt elnökének, hogy ehhez hasonló kötetet városunkban is el lehetne készíteni. Az elgondolást tett követte, és kollégáival, klubtársaival, összesen 322 megyeszékhelyen élő, egykor vagy most is itt tevékenykedő szemét kértek fel szerzőtársnak. Végül 162-en vállalták, hogy a szerkesztői instrukciókat betartva megfogalmazzák gondolataikat, véleményüket a múltról, a jelenről és a jövőről. Egy szóval milyennek látták, látnák szívesen Szolnokot. Jó, hogy kitaláltuk és megcsináltuk ezt a könyvet. Szolnokiak százai vannak itt, és úgy hiszem, hogy szolnokiak ezzel fogják ezt a könyvet olvasni,
és tudom azt, hogy nagyon sok jó gondolat, ötlet, feladat fog ebből majd kikerekedni, amelyek mind-mind a várost és a gyűjtőket fogják gazdagítani. A különlegesnek számító vallomás és interjú kötetet Balla György alpolgármester ajánlotta a megjelentek és a szolnokiak figyelmébe. Mint mondta, ez egy olyan tankönyv, amelyből nem csak városunk múltja derül ki sajátos szemszögből, hanem igen értékes gondolatok születtek és jutottak el ilyen formán a város vezetéséhez is. A kiadványból tehát nem csak lehet, hanem kell is tanulni, hiszen az írások nem csak dicsérnek, hanem bírálnak is. Ettől függetlenül az itt élők igenis szeretik városukat, hangsúlyozta Balla György. A kötetben a szerzők egyébként szigorú ABC-rendben szerepelnek, míg a képeket kronológiai sorrendben szerkesztették be. Igazából azt érzem, hogy mindenki, a szerzők túlnyomó része nagyon meggondolta, hogy mit írjon, és ez egy szerkesztői munka tekintetében ez egy hálás feladat volt, mert kigondolt, kiélelt írások jelentek meg. A 162-ből 100 kifejezetten jó, ami önállóan is, külön kötetben is, vagy önálló tanulmányként is megállna a helyét. A Szolnokiak Szolnokról kötet 2500 példányban jelent meg, ebből 1124 előjegyzésben elkelt. Ez pedig a könyv teljes előállítási költségét fedezte, így a további eladott kiadványokból befolyt összeget eredeti szándékának megfelelően már a Kossuth tér rekonstrukciójára fordítja a Rotary Klub. Tapintható, láthatatlan ötletét dr. Teszár László a harmadik módszervásár konferenciáról hozta és ajánlotta dr. Kertész Róbertnek. Szolnok középkori históriáját eddig jobbára csupán írásban dokumentálták. Úttörő a kezdeményezés, mely a török hódoltság alatt létesített első állandó tiszahidat más módon is láttatja. Szombaton egy olyan térplasztika avatására gyűltek össze a Rotary Klub Szolnok tagjai és az érdeklődők, amely nem csak nekünk, látóknak nyújtja a megismerés kiváltságát. A Rotary az mindig is nagy figyelmet fordít a fogyatékkal élő embertársaink iránt, és ez a mostani szobor is egy különleges szobor, mert nem csak a látóknak, hanem a vakon is gyengéllátóknak is élményt adó szobor avatásán vagyunk. Az ország néhány városában már van ilyen kezdeményezés, és az ott élő sorstársai mindig büszkén mutatják nekünk meg ezeket a szobrokat, hogyha arra fele járunk. Budapest, Szentendre, Kecskemét és Szeged mellett Szolnoknak sem kell ezen túl szégyenkeznie. Jó, ha a város erőfeszítéseit a civil szféra is észreveszi. Még jobb, ha tenni is tud a közös célért. Ebben élen jár a Szolnoki Rotary Klub, amely már számtalan projektjével és rendezvényével bizonyította a városhoz való szoros kötődését, és megmutatta, hogy tagjai a szó nemes értelmében igazán jó lokálpatrióták. Hogy mennyire, azt Szalai Ferenc polgármester méltatta, aki sietett hozzátenni e térplasztikában nem csupán a művészi mondani való ölt testet. Ezzel bizonyítjuk azt, hogy az épek és a fogyatékkal élők közösen élnek egy világban, együtt gondolkodnak, együtt viszik tovább mondjuk Szolnokot. Ez egy nagyon szép gesztus, nagyon szép történet. Rékasi Eszter és Borbás Márton törteli szobrász alkotásának nem kevesebb, mint 17 lehetséges helyszínt néztek ki a téren. Ezeket sorra véve döntött a végleges helyet illetően Álmosdi Árpád szolnoki építész. A vakoknak szánt Braille írással kommentált plasztika Szolnok középkori látképét teszi tapinthatóvá török híddal. Az alkotás 6 millió forintba került, melynek egyharmadát biztosította a Rotary Klub. A fennmaradó részt szponzorok közreműködésével sikerült összegyűjteni. 2009 tavaszán Szoboszlai Zsolt kezdeményezésére és vezetésével új lehetőség adódott, hogy a tagság hosszú távon ismét előre tekintsen, klubstratégiát készítsen. Több workshop, gyarapodó létszámú kooperáció eredményeként megszületett a klub erőforrás elemzése, elkészült a célpiramis, amely a konkrét céloktól a 10 évre szóló jövőképig tekint. A klub jövőképe. Barátság és érték. Nyitott, aktív Rotary a közösség szolgálatában.